az elmúlt években, évtizedekben számtalan státuszban, megbízatási formában volt szerencsém találkozni a pályázatokkal. Voltam pályázati program tervezője, pályázati program értékelője, pályázók tanácsadója, persze pályázó is, persze végrehajtó, persze kedvezményezett is. Azt tapasztaltam ezekben a szerepekben, a foglalkozásokban, hogy valami a pályázók és a pályázatok közötti kommunikáció tekintetében nem kerek, nem elég kerek. A beszélgetések gyakran félreértésekre, félremagyarázásokra, kölcsönös szerencsétlen rossz ízű feltételezésekre alakuló feszültségeket, a vitákra futnak ki. A beszélgetések tapasztalatainak az elemzése vitt el bennünket ahhoz a felismeréshez, hogy egy új foglalkozás létrehozás, egy új foglalkozás megteremtéséhez rakjuk össze a tudnivalóinkat, a készségeinket, az eszközeinket, amiről most beszélünk, az a pályázati coaching. Ki is, mi is egy pályázati coach, mivel tölti az idejét, hogyan keres pénzt, hogyan segít a klienseinek. Három jellegzetes feladat kapcsolódik a munkaköréhez. Az első, amit én úgy fogalmaznék, hogy a pályázók, a pályázattal kapcsolatban kerülő különböző döntéshozók közötti kommunikáció, nyílt, őszinte, hatékony kommunikáció feltételéről való gondoskodás. A pályázati coach az a karakter, az a szereplő, akinek eszközei, módszerei vannak arra, hogy a pályázók a lehető legtöbb információt megtudják a tervező munka során, a pályázati folyamatok tervezése során. A pályázati közélet animálása azokat a vitákat is segíthet egészségesebb mederbe terelni, amely ma jellemző a végrehajtás során fölmerülő nehézségek kezelésekor. Nagyon gyakran a túlzott félelmek, vagy a túlzott kritikus gondolkodás megakadályozza, hogy a dolgok érdemi oldalairól kerüljön szó egy-egy ilyen szakmai fórumon beszélgetésben. A közéletszervezés mellett a döntő és a hangsúlyos a pályázati coach munkájában az egyéni pályázókkal való szisztematikus folyamatos munka, amely természetesen több szakaszból tevődik, és ennek a munkának a célja, hogy a coaching módszertanára alapozva a pályázó magáévá tegye, belülről érezze és készségszintjén tudja alkalmazni mindazokat a tudásokat, amelyek arra kellenek, hogy a világot maga körül erőforrás orientáltan és együttműködő partnerek hálózataként legyen képes látni annak érdekében, hogy annak a szervezetnek, annak a cégnek, annak a közösségnek az érdekeiben lehet a legtöbb erőforrást mobilizálhassa. Azt, hogy ez a foglalkozás egy jövedelemtermelő, egzisztenciálbiztosító tevékenység lehet, a pályázati coachnak a munkavállalása során meg kell tanulnia, munkába állása előtt meg kell tanulnia, hogy mikorra elkezdi a tevékenységét, akkor az adott térségben, környezetben képes legyen a potenciális pályázat felkutatására, vagy kapcsolat kiépítésére, és egy olyan tisztelt, elfogadott erőforrása, partnere legyen a helyi üzleti, szakmai, közösségi életnek, civil közéletnek, akinek a támogatásával helyben nagyon fontos jó dolgok tudnak születni.